Jelezték fejlesztési terveiket és észrevételeiket a Tolna megyei vállalkozásvezetők azon a szakmai konzultáción, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezett annak érdekében, hogy tájékoztassák a kis cégeket az uniós támogatásokról és azok feltételeiről. Így megtudhatták, hogy 2021 és 2027 között milyen támogatásokra, milyen uniós forrásokra pályázhatnak annak érdekében, hogy képessé váljanak vállalkozásuk fejleszteni. Több ezer milliárd forintról van szó, amihez könnyebben és gyorsabban lehet majd hozzájutni, mint az előző uniós ciklusban. Lerövidülnek az elbírálási idők, mondta György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Idén is lehet pályázni különböző uniós forrásokra, eszközbeszerzésre, valamint munkahely megőrzésre. A GINOPOS, Magyar High-Tech és Zöld Pályázat elnevezésű támogatások iránt hatalmas az érdeklődés. A koronavírus válság kapcsán meghirdettünk egy nagyon rugalmas beruházás ösztönző programot mikro, kis és középvállalkozások számára. Ezt mi Magyar High-Tech és Zöld Beruházás Támogatási Programnak neveztük el. A Tolna megyei vállalkozók, azok lehet, hogy úgy ismerik, hogy GINOP 128, mert ez volt a kiírásnak a kódja, aminek az a sajátossága, hogy nem szakpolitikákhoz kell pályázniuk a vállalkozóknak, hanem hogyha egy beruházásban gondolkodnak, akkor ebből a pályázati konstrukcióból tudják finanszírozni az eszközbeszerzést, a technológia beszerzést, a folyamataik átalakítását, szakértői szolgáltatások igénybevételét, képzési szolgáltatások igénybevételét, digitalizációt, energiahatékonyságot, tehát mindent, ami egy beruházáshoz kapcsolódik. És ami ezen túlmenően még különösen fontos, hogy ez egy úgynevezett transformer pályázat és tömegpályázat. Az első azt jelenti, hogy ez hitelből válik vissza, nem térítendővé, amennyiben a vállalkozások teljesítik a pályázatban, a beadott kérelemben meghatározott feltételeket, és tömegpályázat, hogy gyorsan el tudjuk ezeket a pályázatokat bírálni, vagyis a pályázat kiírásához számított 3 hónapon belül kiállításra kerülnek, kiállítjuk a támogatói okiratokat, és abban a pillanatban hozzá is juthatnak a vállalkozások a pénzeikhez. Erre azt mondják a vállalkozók, hogy ezt nagyon köszönik, és ez egy jó módosítás az előző időszakhoz képest. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, nagy szükség van minden támogatásra, pályázati könnyítésre. A koronavírus járvány miatt ugyanis Tolna megyében jelenleg az építőipar, kereskedelem, vendéglátás területén tevékenykedő vállalkozások vannak a legnagyobb bajban. A vállalkozók gondjai elsősorban most a pályázatokkal van, több pályázat van, de ennek ehhez való hozzáférés gondokról, az idő elhúzódása miatt is aggódnak, mert ugye gyakorlatilag nem mindegy, hogy egy pályázat mennyi ideig tart, amire elbírálják. Úgy néz ki, hogy ebben lépések lesznek, rövidítnek az elbírálási idők, tehát gyorsabb lesz a válasz. A másik az, hogy néhány pályázat túl bonyolult is, és javaslatot tettek a vállalkozók, hogy hogyan lehetne ezeket gyakorlatilag egyszerűsíteni, mert egy kis vállalkozónak annyi ideje nincs, hogy itt évekig várjon. Nagyon úgy néz ki, hogy egy pár hónapos elbírálások lesznek a jövőben, és inkább a bonyolult helyzeteket itt gondolok, hogy például kellett 3 ajánlónak a bekeresése, ez meg fog szűnni, és valami egyszerűsített formában lehet majd pályázni. Ennek mind nagyon nagy örömöt fejezték ki a vállalkozók. Számos cégnek szeretne beruházni annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni a következő időszakra. A másik az, hogy a munkahelyet megőrzzék, illetve a munkaerőt meg tudják tartani. Itt mindenképpen olyan pályázatok kellenek, amely a kisebb létszámú vállalkozásoknak is tud biztosítani lehetőséget. Jelenleg ugye a határ 5 fő, 5 fő alkalmazott után lehet csak pályázni. Felvetődött az a gondolat, hogy miért nem lehetne 3 főnél is, ha ez a cégnek fontos. Hát reméljük, hogy ebben is lesz talán változás, bár nem biztos. A Magyar High-Tech és Zöld Pályázat elnevezésű támogatásokra első körben 50 milliárd forintos keretet adtak meg. Erre az összegre kevesebb, mint 1 munkanap alatt 53,7 milliárd forintos igény érkezett.